Kürt hangja jelzi a július 7-i szombati Csaba napi hagyományőrző találkozó közelettét. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház 2009 óta vállalja, hogy összefogja a rendezvényt. Mint az intézmény igazgatója Adorján Viktor mondja, igyekeztek arra törekedni, hogy ne csak harcászati bemutatók legyenek a találkozón, hanem a résztvevők teljes képet kapjanak a honfoglaláskori magyarok életéből. Alapvető szempont, hogy ez a hagyományőrző nap, ez nem, ne csak harcművészeti oldalról világítsa meg azt a kort, amihez éppen kötődik a program, hanem próbálja meg lehetőség szerint a teljes vagy majdnem teljes vertikumát az akkori életnek átfogni. A legelső találkozó ötlete a Gáspár Attila Zöldkerekasztal Egyesület névadójának fejéből pattant ki még a 2000-es évek elején. Azóta is folyamatos szervezője az Egyesület a programoknak, a szervezet vezetője Határhegyi Krisztián úgy látja, az évek során pozitív irányba fejlődött a rendezvény, van jövője és szeretik az emberek. A környezetvédelem, természetvédelem, illetve a hagyományőrzés, ez nagyon sok embert. Van, akit csak az egyik ága érdekel, és így kerül oda, és így ismerkedik meg a másik részével, és ez fordítva is, és nagyon sok embert érdekel. A Fehérvári Íjászok Hagyományőrző Egyesülete szintén több éve vesz részt a rendezvényeken. A programok szervezésekor ebben az esztendőben a sokszínűség elve vezette őket. Bővítettük így a gasztronómiai részét is idén a programnak. A római hun-magyar konyha bemutatása lesz, tehát különböző gasztronómiai élvezetek lesznek a rómaiak részéről is, készülnek nagyon. Ezen kívül lesz jurtában kiállítás, kiemelném, hogy 3 vagy 4 jurtá lesz fölállítva. A július 9-i rendezvényen minden program ingyenesen látogatható lesz, de adományokat szívesen fogadnak majd a helyszínen elhelyezett gyűjtőládában. Itt vagyok a Csaba napi hagyományőrző találkozó helyszínén, a Sóstói Zöld. Itt kezdődnek majd a programok július 9-én szombaton egészen reggeltől. Az idei találkozón nagy hangsúlyt kap a korabeli gasztronómia is, ezért aztán a látogatók ismerkedhetnek a korabeli római, hun és magyar étkekkel is, és ez alkalommal a Fehérvári Íjászok Hagyományőrző Egyesülete egy 150 főre főzött pincepörkölttel is kedveskedik majd az érdeklődőknek. A Fehérvár Televízió híradójának összeállítását Szabó Miklós Bence készítette.